Az idei tanév utolsó nyílt napját tartották a Talentum iskolában. A szülők ezúttal bepillanthattak a felsőbb évfolyamok oktatásába is. A harmadik osztályosok magyar és angol óráira invitálták az érdeklődőket. Az előző évek tapasztalatai az, hogy iskolánk, a képzésünkre ilyen nagy az érdeklődés, pontosan ezért minél hamarabb megkezdjük a beiskolázási programunkat, hogy akik sajnos nem kerülnek be az osztályba, azoknak még legyen lehetőség a többi iskolát megnézni. A Talentum iskola egy összetett iskola, egy több célú intézmény. Ez azt jelenti, hogy az általános iskolai két tannyelvű képzés mellett középfokon művészeti képzést is nyújtunk. Tavaly már megkezdődött a művészeti szakképzés. Egyrészt grafikus szakon, másrészt pedig artista szakon folyik képzés, érettségit adó szakképesítés, és utána pedig egy plusz egy évben a művészképzést is megkaphatják a gyerekek. Már negyedik éve folyik a két tannyelvű beiskolázás a Talentum iskolában. A tapasztalatok alapján kisgyermekkorban nagyon fogékonyak a gyerekek az idegen nyelvekre, így az angol nyelvet játékos formában könnyedén elsajátítják a tanulók. Kisgyermekkorban ugye elkezdeni a nyelvet az igen hatékonynak bizonyul, most már a tapasztalatok is azt mutatják, hogy a gyerekek abszolút természetes módon sajátítják el az idegen nyelvet, az angolt, mint második nyelvet, és mindez játékos formában történik, nagyon sok olyan segítő dolog vesz részt itt az oktatásban nálunk, ami ugye az ő kiejtésüket, például az anyanyelvi lektoraink, akik mind Angliából, Walesből, Amerikából származnak. Tehát a gyerekek nagyon sok kultúrával is találkoznak itt, valamint felső tagozaton számos olyan óra van, amely nem csak a nyelvet segíti, viszont megismerik más kultúráknak a szépségeit és a különféle tulajdonságait, ünnepeiket. Az 5. és 6. osztályosok munkáiból nemrég készült egy kiállítás, ahol komoly történelmi anyagokat is feldolgoztak a diákok. A tanulók könnyen hozzászoknak az angol nyelvű természetismeret, művészettörténet és országismeret órákhoz, és olyan nagy szókincset sajátítanak el, amiből a jövőben csak profitálhatnak.